A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara megkezdte a gyakorlati képzések helyszínéül szolgáló duális partnerek ellenőrzését. A felülvizsgálat célja az, hogy a szakemberek megbizonyosodjanak arról, hogy az adott telephely, munkahely alkalmas-e a szóban forgó szakképesítés gyakorlati oktatására. 2021-ben 214 darab ilyen jellegű ellenőrzést végeztek a kamara munkatársai. Ez a 214 darab ellenőrzés egyébként nem volt elegendő, 50 új, vagy hát plusz 50 kvótát kellett még kérjünk, annak érdekében, hogy a jelentkező új képzőket is meg tudjuk látogatni, szemlézni tudjuk, és nyilvántartásba tudjuk őket venni. Az idei évben mintegy 220 ellenőrzést hajtanak végre a szakértők, és eddig 60 képzőhelyet látogattak meg a kamara munkatársai. Az ellenőrzések során a törvény által előírt kötelezettségek betartását, illetve a személyi és tárgyi feltételek meglétét vizsgálják. Gyakorlati oktató személyének alkalmasságának vizsgálata, ugye a gyakorlati év, iskolai végzettség, ilyesmire kell gondolni, illetve hát nyilván a szakmaspecifikus tárgyi feltételeknek az ellenőrzése. Évközben köztes ellenőrzések címén a szakemberek folyamatosan felügyelik a duális képzőhelyek szakszerű működését, figyelik, hogy az adott munkahely betartja a képzésre vonatkozó rendeleteket. A helyszíni ellenőrzés az előbbieken túl kiterjed még az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség fenntartására is. A felülvizsgálatokat mindig a gyakorlati képzés helyszíne szerinti illetékes területi kamara folytatja le.